Portik, Radnai, Seres, Rohács, Fenyő, Tasnádi vagy Tanyi a 90-es évek alvilági kulcsfigurái. Többen közülük már nem is élnek, mások pedig börtönben vannak. A budapesti éjszakai élet egykori fejedelmének, Vizovicki Lászlónak a verő legénye, Tanyi György elsőfokon 11 évet kapott. A vád szerint testvérei segítségével többször rálőtt egy fogadhajtóra az akkori ügetőn, hogy miért tette, az máig rejtély. Ő azt állítja, bizonyítékai vannak arra, hogy nem is volt ott a lövöldözésnél. Az alvilági leszámolásról, politikai merényletekről több tucatnyi könyv született, film is készült, pedig egyik-másik ügynek 20 évvel később, azaz csak most kerül pont végleg a végére. Középpontban a 90-es évek alvilági figurái. Ha lehet ilyen néprajzi hasonlattal élni, hogy a 24. órában vagyunk, amikor mondjuk a preindustriális társadalmakat nézzük, és az eltűnő falusi közösségeket, hát a 90-es évek szervezett bűnözés az ugyanígy tűnik el. Ezek a képek több mint 20 évvel ezelőtt, 1996. novemberében készültek az akkori ügetőn. A rendőrök lövöldözés után helyszínelnek. A szomszédos temetőből valaki négyszer lőtt rá Lakatos Csabára, az egyik fogadhajtóra. Több golyó is eltalálta, de túlélte a merényletet. A forró nyom azonban hamar kihűlt. A gyilkosság kísérlet miatt csak 18 évvel később vették őrizetbe Tanyi Györgyöt és társait. Az ügyészség eleve úgy kezdi a vádat, hogy nem tudják megmondani, hogy miért akarta megvenni a Lakatos Csabát. Egy olyan ember, aki a barátom volt. Tanyi György, a 90-es évek egyik meghatározó alvilági vezetője, már tavaly is azt bizonygatta a bíróságon, hogy eszeágában sem volt megölni a barátját. De barátság ide vagy oda, a bíróság szerint mégiscsak Tanyi György volt az, aki meghúzta a ravaszt a lovin. A 90-es évek nehéz fiúja, az autókereskedelemben, majd az olajozásban utazó Raddai László cégeit és fővárosi diszkókat védett. Raddait később a kecskeméti maffia perben ítélték el, míg Tanyit korábban önbíráskodással vádolták. Védője azt mondja, a büntető eljárás több sebből vérzik. Például mindmáig nem derült ki, hogy mi lehetett az indíték. Indíték nélküli emberölés egy esetben van. Ha elmebeteg az illető, vagy az elmebetegséghez hasonló állapotot szimuláló szer hatása alatt van. Na most sem az elmebetegséget, sem a szer hatását semmiféle adat nem támasztotta alá, és szakértő nem támasztotta alá. ...1996-ban nem csak az ügetőn ropogtak a fegyverek. Egy bérgyilkos 12 nappal korábban végzett Prisztás Józseffel, az ország akkor egyik leggazdagabb vállalkozójával. A két merényletet még számtalan másik követte. Az alvilágon belüli háború évekig tartott. 1998-ban végezték ki Fenyő Jánost, a befolyásos médiavállalkozót, majd bomba döntötte romba az Aranykéz utcát. Bezsenyi Tamást, az ELTE történész doktorandusát kértük meg, hogy meséljen nekünk egy kicsit azokról az időkről, amikor a szervezett bűnözés még a virágkorát élte Magyarországon. Hirtelen megnövekedő hatalomra és pénzösszegek fölött diszponáltak olyan emberek, milliárdok fölött is tudtak diszponálni olyan emberek, akik addig jelentős összegnek tekinthettek pár százezer forintot. A 90-es években nagyot fordult a világ. A 80-as évek piti betörőiből és valutaüzéreiből dúsgazdag vállalkozók lettek. A bűnözők földi paradicsoma pedig akkor köszöntött be, amikor már nem csak az állam kereskedhetett olajszármazékokkal. Van egy közkeletű rendőrbölcsesség arra vonatkozóan, hogy a 80-as években a rendőröknek voltak informátorai, és a 90-es évekre az informátoroknak lettek rendőrei. Vagyis nem csak a rendőrök használták a bűnözőket, hanem fordítva. Is. A milliárdokból pedig kenőpénzre is futotta. A szakértő szerint a magyar keresztapák a filmekből vagy a könyvekből is sokat tanultak. Tehát az, hogy a Tasnádi Péter keresztapának állítja be magát, és úgy fotóztatja magát a testőrei mellett nagy rében, keretes csepp alakú napszemüvegben, mintha ő egy keresztapa lenne, az egyrészt az image része, de ugyanakkor meg is tudta tanulni azt, hogy egyébként hogyan lehet leszámolni, mivel ezek a filmek folyamatosan erről szólnak.
Aztán eltelt 20 év, és a lezáratlan aktákra egyre más a pont került. A fővárosi ítélőtábla közelmúltban mondta ki jogerősen, hogy a szlovák bérgyilkos József Rohács húzta meg a ravaszt a fenyőgyilkosságnál, az Aranykéz utcában pedig ő hozta működésbe a pokolgépet. A robbantást Portik Tamás, az olajozásban utazó Energol egyik igazgatója rendelte meg, hogy így hallgattassák el Boros Tamást, a rendőrség besugóját. A nyomozások azért mozdultak ki a Holdpontról, mert az idő múlásával a barátokból ellenségek lettek, és egyre több bűnöző elkezdett beszélni. Ebben nagyon fontos szerepet játszanak olyan büntetőjogi novumok is, mint a különösen védett tanú intézménye, ami meg tudja védeni azokat az embereket, akik információkat akarnak szolgáltatni. A hatóságok Portikot és Rohácsot sejtették a Cinóber gyilkosság mögött is, de ezt nem tudták bizonyítani. A lányokat futtató Domák Ferencet, ahogy az alvilágban ismerték Cinóbert, a saját lakása előtt lőtték le 1996-ban. A feltételezések szerint 3 évvel később Serez Zoltán vállalkozónak is azért kellett meghalnia, mert összeütközésbe került az egykori Energol vezérrel. Végül Tanyit is bűnbánó társai dobták fel, akik azt mondták, azért hallgattak sokáig, mert féltek a férfitől. Tanyi szerint ez nem igaz. Az egyik majdnem 2 méter magas, és akkor nem tetszettek meg ismerni, 120 kiló volt, profi boxoló volt. Egy karatézó kobra volt, és mind a két embere többszörös büntetett területű volt. Bár Tanyi mindmáig következetesen tagad, két testvérét már aznap este az ügető közelében igazoltatták a rendőrök. A furcsa helyszínelésem, ahonnan úgy tudni, egy-két fontos bizonyítéknak is lába kelt. Az akkori rendőrkapitány is részt vett, bár ő ezt jó ideig tagadta. Na most a helyszíni szemle kapcsán igen, megjelentek különböző sajtóhírek, hogy ott megjelent az akkori országos rendőrfőkapitány. Így van. És kérdezem, hogy és nem az a dolga a főkapitánynak, hogy akkor, amikor a félvárosban robbangatások, lelövések vannak, jelentős helyszínekre kimenjen. Ha így volt, hát így volt. A belügyminiszter és Tanyi sorsa idén tavasszal is keresztezte egymást. A rendőrök márciusban egy parkolóházban csaptak le arra a férfira, aki állítólag Pintér Sándorra terhelő dokumentumokat akar Tanyival külföldre csempésztetni. Mikor és milyen ajánlatot kapott? Hát volt egy ajánlat, amit a védőjén keresztül érkezett, hogy segítenek neki külföldre jutni bizonyos tevékenység kifejtése ellenében. Mire akarták Tanyi Györgyöt rávenni? Erről én nem szívesen beszélnék, mert az az ügy folyik, és én abban tanúként vagyok érintett, úgy, mint a megkeresett védő. Az ügetőn történt gyilkossági kísérletről azonban már lehet beszélni, hiszen az elsőfokú bíróság döntött. Mintegy 22-24 méter távolságról Tanyi György 4 célzott lövést adott le az ügető udvarán álló, és ismerőseivel kocsiba behajolva beszélgető lakatos Csaba sértetre. Eközben testvérei és a banda többi tagja az ügető körüli utcákban várakoztak. A környéket figyelték, és készenlétben álltak, hogy menekülés közben segítsék. Tanyi György elsőrendű vádolt bűnös. Emberülés büntetének kísérletében. Miközben a tárgyalótermet megtöltő hozzátartozók hangosan zokogtak, voltak elájult. Tanyit 11 évnyi fegyházra ítélték, két testvére bűnsegédként 8-8 évet kapott. Nagyon megviselt, és egyetlen ilyet tudok mondani, nem követtem el a bűncselekményt, és remélem, hogy a másod fog igazságot fog szolgáltatni. Ügyvédje fellebbezett az ítélet ellen. Szerinte ugyanis nem tudták egyértelműen bizonyítani, hogy Védence húzta meg a ravaszt. Az ügy tehát még nem zárult le, másodfokon folytatódik majd. Tanyék pedig továbbra is háziőrizetben maradnak.